Az utazók többsége elégedett a jelenlegi székesfehérvári tömegközlekedéssel. Elég jó a buszközlekedés, mostanában viszonylag elég keveset késnek, csak hát az utakat javítják elég lassan. Például a mártírok az nehezen járható. Meg vagyok vele elégedve, csak a hétvégi közlekedés az nem valami jó. Tehát ritkítva lettek a járatok, óránként közlekednek szombaton, talán szombaton lehetne egy kicsit gyakrabban közlekedtetni. A többi nap az aránylag megfelelő. A lakosság is értesült már az önkormányzat közösségi közlekedést érintő terveiről, és ennek sokan nem örülnek a városban. Borzasztó lesz, hogy körjáratok meg minden, és akkor az ember nem tud eljutni sehova se anélkül, hogy ne kelljen egy nagy kerülőt tenni. Nagy Zsolt közlekedési irodavezető szerint azonban nem az a valódi kérdés, hogy a régi vagy az új struktúra a megfelelőbb, hanem az, hogy legyen-e egyáltalán közösségi közlekedés Székesfehérváron vagy sem. Az önkormányzat hónapokkal ezelőtt átfogó elemzést készített, amelyből kiderült, a 40 éves szinte változatlanul fennálló rendszer gazdaságtalan, így a kihasználatlanul működő buszhálózat az utóbbi években évi 400 milliós hiányt halmozott fel. A felhalmozott adósság miatt a Nemzeti Vagyonkezelő javaslatára szeptember 1-től az Alba Volán ZRT felmondta a várossal fennálló szerződését, még kérdéses tehát, hogy ki lesz a szolgáltató. A szakma az úgy számolt, hogy 2015 év végéig van szerződésünk az Alba Volán ZRT-vel, nincs más forgatókönyv a szakma számára. Olyan polgármester úr jelezte azt, hogy van egy felmondott szerződés, de polgármester úr vezetésével folynak a tárgyalások arról, hogy ez a szerződés továbbra is megmaradjon. Erről én bővebbet nem tudok nyilatkozni. Egy biztos, augusztusban megkezdődnek az új buszmegállók, járdaszigetek és útvonalak kiépítése, és augusztus 21-től már a megújult menetrend szerint közlekednek a járatok. Ebben az évben 10 millió forintot különítettek el a költségvetésből az átalakításokra, jövőre pedig újabb 20 millió forint áll rendelkezésre.